Nagy szeretettel köszöntöm a megjelenteket a mai Nemzeti Konzultációs Fórumunkon. Én azt látom, hogy a Dériné emeleti nagy terme zsúfolásig megtelt, már be kellett hozni a pótszékeket is. Ez mindenképpen nagy öröm, és szól ez a mostani helyzetnek, ennek a felfokozott európai migrációs helyzetnek, és gondolom szól ez meghívott vendégünknek, Georg Spötle biztonságpolitikai szakértőnek, akit nagy szeretettel üdvözlünk, hiszen akik itt ülnek és a televízió képernyő előtt fogják látni ezt a mai előadást, nagyon sokan ismerik a televízióból, nagyon sokan ismerik a véleményét, azt a megalapozott szakértői hozzáállást, azt a széles világlátást, amiben segít nekünk eligazodni, hogy hogy is áll a világ, akár Afganisztántól a Közel-Keletig, akár Nyugat-Európáig, hiszen egy olyan szakembert köszönhetünk, aki nem a könyvekből, nem mások híradásaiból, elbeszéléséből ismeri ezt a helyzetet, ezt a világot, hanem saját tapasztalataiból, saját élményeiből, saját szakmai tudásából. És nagyon jó olyan embertől hallani, hogy mi is a világban a helyzet, aki a saját két szemével látta, és nem csak látta, hanem a szakmai képzettsége alapján ő elemezni is tudja. Nagyon fontos ez a mai fórum, és látszik is, hogy nagyon sokan jöttek el, hiszen érezzük azt, hogy vannak problémák és vannak álproblémák. A migráció kérdése, az Európa előtt álló kihívások nem áll problémák. Mindenki pontosan tudja, aki egy kicsit követi a híreket, hogy olyan folyamatok zajlanak Európában, amelyek nem csak a mi életünkben, nem csak ebben az évben, a jövő évben, hanem hosszú évtizedekre, akár évszázadokra meg fogja határozni Európa és Magyarország jövőjét. Meg fogja határozni a mi jövőnket, de gyermekeink, unokáink jövőjét is. És ha egy olyan országot szeretnénk, egy olyan Magyarországot, Európát, amit ismerünk, szeretünk, és amiben otthonosan érezzük magunkat, akkor nekünk is tenni kell, nekünk is meg kell védeni. De hogyha azt akarjuk, hogy önfeladó módon átadjuk ezt a kontinenst, ezt az országot másoknak, ki tudja honnan és milyen szándékkal jövőknek, és feladjuk saját lehetőségünket, saját hazánkat, saját kontinensünket, akkor ez is előttünk állhat. Én azt gondolom, hogy a magyarság nem véletlenül van több mint 1100 éve itt a Kárpát-medencében, mi küzdöttünk ezért a földért, és remélem az európai népeik is fognak küzdeni, hiszen olyan erők mozdultak meg akár az európai betelepítés mellett, amelyeket nagyon nehéz igazából látni. Egyszerű ember ezeknek az erőknek a mozgását nem is tudja érzékelni, sejti, érzi, de látható módon nem nagyon jelennek meg. Mostanában a híradásokban benne van, hogy akár líbiai partoknál magukat civil szervezetnek hirdető embercsempészek segítenek Olaszországba hordani az észak-afrikai és Afrika mélyebb részéről bejövő migránsokat, úgy hívjuk, hogy migránsokat, de igazából új honfoglalókat. Én azt gondolom, hogy mindenképpen figyelnünk kell, mindenképpen ellen kell állnunk ezeknek a betelepítéseknek, és ellen kell állnunk azoknak a hamis propagandáknak, amivel megpróbálnak minket meggyőzni arról, hogy ne álljunk ellen, adjuk fel saját hazánkat, adjuk fel saját kontinensünket. És a nemzeti konzultációban, gondolom már itt Karcagon és a környékén már mindenki megkapta a levélben a konzultációs levelet. Én kérem, hogy mindenki töltse ki, küldje vissza. Aki ügyesebben vagy az interneten keresztül ki tudja tölteni, annak sokkal egyszerűbb, sokkal gyorsabb, de aki a levél formáját használja, még van lehetőség, mindenképpen küldje vissza, hiszen a magyar kormánynak kell egy megerősítés, hogy a magyarok mögötte állnak. A tegnapi nap már 1.200.000-en küldték vissza. Én azt gondolom, minél többen küldjük vissza ezt a konzultációs kérdőívet, annál jobban megerősítjük a kormányunkat. És a magyar kormány nem áll ebben egyedül ebben a küzdelemben, hiszen nagyon sok ország már felismerte ezt. A V4-es országok,
szlovákok, csehek, lengyelek, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ország, nagyon sok állampolgára már ismeri ezt a problémát, felismeri, és valószínűleg nem látja olyan pontosan, mint Georg Spötle, ezért át is adnám neki a szót, hogy az ő tapasztalatai, az ő konklúzióit ossza meg velünk, és ahogy az előadását meghallgattuk, utána kérdésekre van lehetőség, lehetőleg is kérem írásban, hiszen valószínű, hogy hosszúra el fog nyúlni ez a fórum. Itt írásban tegyék fel a kérdéseket, és utána még szerintem az előadás után legalább annyit fogunk a kérdésekre válaszolni. Én át is adnám a szót, vagy oda a pódiumhoz, vagy ezzel a... Hiperaktív vagyok, úgyhogy majd járkálok ide-oda. Szívből köszönöm a megtisztelő meghívást polgármester úrtól, képviselő úrtól, a városvezetéstől. Nagyon nagy megtiszteltetés, és tényleg nagyon szépen köszönöm a belébetett bizalmat, hogy itt lehetek. Első alkalom Karcagon lennem. És hát szívből köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, eljöttetek, és érdekel titeket ez a nagyon érdekes és igazából veszélyes téma, mint a migráció. A nagyon kedves kolléginom megkérdezte, hogy az emberek mit tehetnek így a Magyarország védelmében, mire figyeljenek. Hát szerintem első körben mindenki x-elje a konzultációs lapon, hogy nem szeretnénk migránsokat, mert ezzel már rengeteget tettünk. Tehát ez egy óriási bizalom a magyar kormány részéről, hihetetlen mód, mert minket német embereket, én ugye azt mondom, még egyelőre csak német állampolgár vagyok, de már elkezdtem dolgozni két hete az ügyön, hogy 18-as választásokon ott szeretnék lenni, fölsz a kis narancsárga ingemet, aztán szavazok egyet, nagyon vágyom rá. Tehát az a lényeg, hogy ezzel már nagyon sokat teszünk, mert minket német embereket nem kérdezett meg Angela Merkel, hogy szeretnénk-e, hogy több mint 2 millió migránst beengedjünk az országunkba, mert szerintem 90%-ban az lett volna, hogy nem. Ott is vannak ilyen szép lelkek, ilyen migránssimogatók, ahogy hívom őket, meg ott is vannak Soros Györgynek az emberei, nem kevesen az NGO-kkal, de én azt mondom, hogy egy átlag ember, aki félti a kultúráját, félti a gyermekeit, félti az országát, az nyilván azt mondta, hogy nem köszönjük szépen, ebből nem kérünk, mert ahogy a képviselő úr is mondta, a migráció az nem olyan, hogy most van, aztán megújjuk őket, és egy csetintéssel eltűnnek, nem tűnnek el. Nem vagyok a számok embere, de amikor én gimis voltam, akkor Berlinnek a lakosság, most Nyugat-Berlinről beszélek, ami azért szintén nem egy kis város, 1/10 volt migrációs hátterű lakos, most már 1/5 az. Tehát minden ötödik ember valamilyen közel-keleti vagy afrikai országból jön. Tehát ez már úgy nagyon látszik a városképben is, hogy úgy mi fehérek lassan tűnünk el, és úgy szépen átveszik a helyünket, tényleg, mint modern honfoglalók. Na, lényeg az, hogy ez mindig van jól hangzik, hogy szakértő, tehát ez mindig úgy van, hogy aki nem tudja, az szakérti, aki tudja, az csinálja. Na, lényeg az, hogy én 7 évig voltam a Bundeswehrnek, a német hadseregnek ejtőernyőse. Aztán viszonylag későn kezdtem tovább tanulni, így 27 évesen mondták a barátaim, hogy miért nem megyek át a rendőrség, ez egy csomó érdekes történés van. És akkor 27 évesen elvégeztem még Nyugat-Berlinben a rendőrtiszti főiskolát. Akkor 1 évig voltam így a külföldi szervezet bűnözésekkel foglalkozó gyosztályon, de én mindig érdekelt így a közel-kelet, az arab nyelv, a vallás, meg minden. Tehát úgy afelé tendáltam, hogy terrorizmussal foglalkozni, és tényleg utána sok évtizedig voltam a terrorellállításnál, közben voltam 2 évet Afganisztánban, még tartalékos őrnagyként, úgyhogy igazából megtapasztaltam, hogy milyen veszélyekkel jár a migráció, milyen veszélyek vannak a radikális iszlámnak, de erről még kitérek. Tehát még pár évvel ezelőtt, 2007-ben szereltem le, tehát 10 év, akkor még én is ezt a helyes kicuccot hordtam. Úgy mondtuk, hogy ez a csajozó suhánk, ebből jól néztünk ki, aztán amikor találkoztunk a lányjal, hogy hú, az te voltál? Jó, visszaveszem a sisakot, kúlyra tetszem. Tehát óriási ez a belénk vetett bizalom, mert ez igazából olyan, mint egy népszavazás. Tehát itt pártállástól függetlenül volt, hogy valakinek szimpatikus a kormány többi munkája, vagy szimpatikus a miniszterelnök, ezzel nem sem kell törődni, hanem úgy gondoljon bele tényleg, hogy jó lesz ez Magyarországnak, hogyha nagyon sok migráns ide betelepül, és megváltoztatják Magyarországnak a demográfiáját, megváltoztatják a bűnügyi térképet, ugye, hogy Németországon megváltoztatták, döbbenetes statisztikákat hoztam a Bundeskriminalamtól, meg fotókat arról, hogy raziázunk, hogy telik a német rendőröknek a mindennapi élete. Tehát ezt nagyon jól át kell gondolni, tényleg nem kell azt mondanom most, hogy fideszesnek lenni, vagy MSZP-snek lenni, csak egy átlag polgárunk gondoljon bele, hogy jó lesz-e az, ha ilyen bárhuzamos társadalmak meg bűnözők lesznek itt közöttünk. Hát én azt mondom, nem szóval, én azt mondom, hogy
ne csináljuk azt, mint ott a Gulyás gyerek, meg a több ilyen felforgató, hogy elégetik ott a konzultációs lapot aljas módon, hanem igen, ha valaki tenni akar az országért, akkor mondjuk ne a terrorházát dobálja meg festékbombákkal, vagy ne a Sándor palotát, hanem jöjjön el egy fórumra, artikuláljon, akkor is, ha mondjuk a másik oldalról jön, kezdjen párbeszédre, de tüntessen meg, ne a nemzeti konzultációs lapot égesse, vagy megalázza a hazát, mert azzal csak rombol, de nem tesz semmit. Ti maguk, akik eljöttetek, ti már azzal tesztek, hogy érdekeltéteket ez a téma, és meg tudjátok fontolni, hogy kire szavaztok, vagy mit húztok be a konzultációs lapon. Ugye kb. Most a német titkosszolgálat jelentése szerint 1 millióan készülnek Európából, libiai partokról. Csak az a baj, ez a 1 millió szám, most nem akarok azon, hogy 700 ezer és 1 millióra közé teszik, ez állandósult. Tehát nem fogynak el, hiába jön át körülbelül napi 6 ezer ember az orosz partokról, illetve az orosz partokat elérik, hanem jön az utánpótlás állandóan, legfőképpen a nyugat-afrikai országokból és a közel-keletről. Tehát jönnek Szíriából, Irakból, megteszik azt a hosszú utat Egyiptomon, Líbián, Tunézián keresztül, és valahogy eljutnak az észak-afrikai partokról, nagy részt olyan kikötőkből, amik mondjuk Líbiában az iszlám állam nevű terrorszervezetek a kezén vannak. Tehát ezek nem csak az embercsempészek keresnek, ugye per migráns durván 10 000 euró, hogy eljusson Európába, az 3 millió forint. Azért nem kevés pénz, ez is úgy felvető, hogy honnan van nekik ennyi, mert most engem fejreállítanátok és ráznátok, hát belőle nem most hirtelen ki 3 millió forint. Pláne, hogy ugye ez per fő, tehát a 2-en, 3-an, 4-en, 5-en jönnek, ugye ez hatványozódik annyira. És a legtöbb migráns most, akik az olasz partokat elérik, például Lampedusa szigetét vagy Szicíliát, ugye nagy részt nyugat-afrikaiak. Ez ugye felvet egy olyan problémát is, hogy amíg mondjuk a közel-keletről jövők egy része elvégezte legalább az általános iskolát, vagy egy 4 osztály, tehát nem teljesen analfabéta, akik az afrikai kontinensről érkeznek, nagy részt igen. Tehát nekik az integrálásuk a munkaerőpiacon, vagy egyáltalán a társadalmi integráció egy nagyon nagy problémát fog okozni, mert ugye meg kell tanítani alapjáraton a betűvetés neki, szociális viselkedést egy európai országban. Én több mint 40 alkalommal jártam Afrikában, érdekes hely, sok gonoszságot tapasztaltam, egész másképp működik, mint Európa, törzsi viszályokról, polgárháborúkról nem is beszélve, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz ezeknek a fiatal srácoknak beilleszkedni, és kétlem, hogy sokan egyáltalán be tudnak. Ami ugye necc, hogy most már Soros Györgynek mentőhajó is vannak, például a Phoenix, ami napi több ezer migránst hoz át már a líbiai fennsővizekről. És a legfelsőbb olasz államügyész az ügyben vizsgálódik éppen, hogy az embercsempészek már megadják a Soros-féle mentőhajóknak a koordinátákat, a GPS koordinátákat, hogy hol van a migránsokkal tele hajó. Ők oda mennek, tehát behatolnak már líbiai fennsővizekre, fölveszik ezt a pár ezer embert és áthozzák Európába, és közben ki is okosítják őket, hogy mit kell mondani a hatóságoknak, hogy visszare toloncolják őket. Ez se új dolog, ezzel is találkoztunk nagyon sokat ugye mi rendőrök, hogy volt olyan, hogy azt mondta, hogy én hát Afrikából jöttem, de nem mondom meg, hogy honnan. Jó dolog, ott volt egy fekete srác előttünk, és akkor most ki kéne totozni. De jó, hogy rendőrök vagyunk, és mondják, hogy hülyék vagyunk, annyira nem. Tehát beszereztünk például ilyen könyveket, hogy törzsi tetoválások afrikai országokban, meg scaring, meg branding, tehát minden, amit csinálnak így, beleégetnek, belekarcolnak, vagy különböző jelzéseket tetováltatnak törzsi jeleket magukra, és akkor így kezdtük lapozgatni, és akkor mondjuk hoppá, te Beninből vagy, vagy Nigériából, az Imó törzsből, és akkor úgy néztek nagy szemekkel, honnan tudod. Hát még Google akkor nem volt, hanem könyvekből. Vagy pedig kiadják magukat háborús menekülteknek, mondjuk a Kongói Demokratikus Köztársaságból. Ugye ott több évtizede dúl már a polgárháború, úgyhogy elvileg háborús menekültnek számítanak. Úgy meg remek volt az is, hogy mit kell mondani, hogyha mondjuk átjut valaki Ausztriába, Magyarországon keresztül. Az volt ebben a kis Soros-féle brosúrában, hogy a magyar rendőrök megvertek minket, kifosztottak, megerőszakolták a feleségemet, Isten őriz, hogy oda minket visszatoloncoljanak, mert nagyon cudarul bántak velünk. De ugyanezt kell mondani a szerb rendőrökre is hozzáteszem, tehát tök mindegy, hogy hova jutnak el valamit hazudni, hogy milyenre toloncolják vissza őket, hanem jussanak előre, minél tovább be Nyugat-Európa szíve fele. Ugye hamis adatokkal kérnek menedékjogot. Nyilván hallottátok a hírekben, hogy volt ez a ominózus eset a Bundeswehrnek az egyik Oberleutnantjával, főhadnagyával.
kiadta magát szír menedékkérőnek. Hát annyira néz ki a srác szírnek kb. Mint én. Nem beszél egy szót se arabul, én legalább tudok. Ő nem. Franciául folyt a meghallgatása a migrációs központban, és ő elhitette ott a kollégákkal, akik ott fölvették, regisztrálták, úgymond, hogy ő szír menekült. Francia nyelven, érdekes mód. Kapott egy karszalagot, kapott egy ilyen migránskártyát, elküldték kaján, meg fölvette az első segélyt. Tehát ő egy kicsit be akart épülni a szervezetbe, meglátni, hogy működik ez az egész, és ugye lehet tudni, hogy terrortámadást tervezett nem csak migránsok ellen, hanem vezető német politikusok ellen, nagy valószínűséggel az egyik célpontom az nem ez ilyen belügyminiszter úr volt. Volt egy társadalmát, találtak sok ezer lőszert, és még feltehető, hogy volt egy két társa, tehát most az NAD, a militérise Abschirmdienst, a német katonai elhárítás nagyban dolgozik ezen az ügyön, ugye a titkosszolgálat meg a rendőri szervek mellett, hogy megpróbálják ennek az egésznek a mélységét felderíteni. De hogy milyen érdekes, hogy mennyire nem működik a rendszer, hogy oda megy egy láthatóan európai kinézetű srác, aki nem tud arabul, és azt mondja, szír menekült vagyok, oké, akkor jalla, menjél, elfogadjuk a kérelmedet. Ugye ezt kijátszották terroristát is, itt van ez a csöppet sem szimpatikus srác. Nem működik rajta a lézerkard, de őről a beszélek. A fotón készült a gyermekvárosban, átmentő is Magyarországon migránsként. Kiadta magát szírmenedékkérőnek, de valójában azért küldte őt az iszlám állam, hogy az Ansbachi zenei fesztivált felrobbantsa. Be akart menni a srác a zenei fesztiválra, és volt nála két hátizsák. Itt van az egyik, ez nem robbant fel, de még itt benne van a bomba a helyszíni fotó, de a helyszínen is fotója. Az a lényeg, hogy az volt a cél, hogy bemenjen a koncertre, lerakja az egyik hátizsákot, a másikat kivigye a pályaudvarra, mobiltelefon segítségével felrobbantotta volna azt, ami a koncerten van, hogy ott meghal egy csomó ember, több tucata megsebesülnek. A túlélő páni félelemben rohantak volna a gyors vasúthoz, hogy úristen, minél előbb haza, hogy elmeséljem anyjanak, meg posztoljam Facebookon, hogy mi történt. És mikor a tömeg odaért volna, akkor lett volna a szekundér robbantás. Ezt tapasztaltuk különben Afganisztánban is, ott is az volt, hogy a tálibok felrobbantottak egy kisebb robbanó szerkezetet valahol a piac, 20 pályaudvar vagy bárhol sok ember volt, és amikor oda mentek a rendőrök, helyi erők, amerikai katonák, de aztán később már nem mentünk oda, mert tudtuk, hogy az áldás utána jön, akkor ott volt egy jó nagy tömeg, akkor robbant egy elrejtett, mondjuk egy autóbomba, vagy valahol ott kukába, valahol a konténerbe raktak egy bombát, ami sokkal erősebb volt, és még több embert megölt. Tehát itt is egy ilyen ördögi terv volt. Na lényeg az, a biztonsági őrök látták, hogy valamiért ez a csóka nem kéne ide a koncertre, nem engedték be. Fogta magát, leültött egy kis kávézóba, nem messze a bejárattól, elővette az okostelefonját, elkezdte ottan bögyörgetni, hogy az Alföldön mondják. Párom Alföld, ezért szerintem azért elegő szavakat. És egyszer csak felrobbant a hátizsákja. Azt hittük, hogy a gyöngyilkos merénylő, telefonjából abból egy kicsi maradt, és meg lehetett állapítani, hogy a Snapchat nevű alkalmazást használta, amit igazából Timiknek fejlesztettek ki, és az a lényeg, ha valaki elolvassa az üzenetet, vagy megnézi a képet, 5 másodpercen belül az törlődik. Tehát úgy hitték, hogy ez egy bomba biztos visszakövethetetlen dolog, de jelezték az amerikai kollégák az NSA-től, a National Security Agency-től, ami itt a digitális titkos szolgálat úgymond, ki telefonokat figyel meg, SMS forgalmat, meg minden, ami így zajlik az éterben, lehallgat meg, elolvas, ami hát néha nem tudja, de néha hasznos, és mondták, hát azért mi ezt vissza tudjuk pörgetni. És az volt a chatben, hogy ugye hajtsa végre ezt a merényletet, és akkor ő azt írta a Rakkába tartó tisztjének az iszlám állam fővárosába, hogy mit tegyek, nem engedtek be a zenei fesztiválra. Hát a választ már nem tudtuk meg soha, mert a telefonnak a rádió jelen működésbe hozta a robbanó szerkezetet a hátán, úgyhogy ő express liftel ment fel Allahhoz, vagy már ott ül a jacuzziba 72 szűzlányal, amit a mártírok kapnak. De szerencsére azt mondom, csak 11 sérült volt, de nem történt ugye a terroristán kívül haláleset. Tehát Amir már nincs köztünk. Na itt van a másik srác, 17 éves, ő kiadta magát afgán menekültnek, valójában Pakisztánból jött, és őt is az iszlám állam küldte. Ki is képezték itt, van egy csodaszép fotóról, még fénykorában. Hát utána már ő sem nézett ki olyan jól. Na, az a lényeg, ez az iszlám állam zászlaja itt mögötte. Ugye a szent szöveg van rajta, ez állítólag Mohamednek a prófétának volt a pecsétje. Jobbról balra olvasva, hogy illahu illallah, nincs más Isten Allahon kívül.
és a feje részben pedig Mohamed Rasulullah és Mohamed Allah profétája. Ez igazából a shahada, ez ugye a legszentebb szöveg a Koránban, mikor megszületik mondjuk egy kisgyermek egy muszlim családban, ez az édesapja háromszor a fülébe suttog, és azzal automatikusan az iszlám ummának, az iszlám közösségnek a tagjává válik. Vagy ha valaki konvertál az iszlámra, két férfi tanulőt ezt háromszor elmondja egy mecsetben is, ezáltal muszlimmá válik. Ami igazából azt mondom, hogy ezek iszonyatosan hipokriták ezek a fickók, és semmi köze az iszlám vallásnak, a terrorizmusnak. Én elég sokat foglalkoztam az iszlámmal, meg a Koránnal, direkt azért, hogy megértsem ezeket az embereket, hogy fanatizálódnak, mi motiválja őket, hogy terroristák legyenek. Tényleg vettem a fáradtságot, elmentem Kairóba az egyetemre, beszélgettem a professzorokkal, akik kutatják a vallást, interpretálják a Korán, több száz, vagy hát most már több ezer könyv született ugye különböző szúrákról, különböző témákról. De ugyanúgy beszéltem más egyetemeken, Beirut-Babirról, az amerikai egyetemen vallástudósokkal, és igazából nagyon jól elmagyarázták, hogy szerintük miért kellene minden embernek muszulmánnak lenni. Ugye Beirutba kérdezte tőlem egy ilyen szakállasági, hát ugye te katona vagy, te tudod, hogy melyik parancs van érvényben. Hát mondom, értelemszerűen a legutolsó. Na mondja, látod, volt az utas testamentum, volt az új testamentum, utána jött a Korán, azóta Allahnak nincs több parancsa, tehát ez van érvényben. Ha jön egy új a proféta, akkor újra tárgyaljuk a dolgot. Tehát igazából nem is tudtam ellent mondani. De az a lényeg, hogy én olvastam a Koránt, tehát arabul, eredeti nyelven, német fordításban, és sehol nincs benne egy olyan passzus se, hogy vágjuk át valakinek a torkát, mert keresztény. Ugye pont múlt héten fejeztek le egy orosz tisztet, akit elfogtak az iszlám államnak a katonái, és például a vallásban az van, hogy Allahnak van 99 neve, 99 különböző megnevezése, és az egyik az, hogy Ar-Rahmani, a kegyelmes. És eleve, hogyha az ember hisz abban, ugye minden szúra úgy kezdődik, Bismillah, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, minden, tehát Allahnak, az irgalmasnak, a kegyelmesnek a nevével, akkor miért nem gyakorolnak ők senkivel kegyelmet? Tehát a dzsihad is úgy értelmezhető, bocsánat, csak kicsit beszélek a Koránról, vagy az iszlámról, hogy felfogjátok, hogy mi működik a terroristáknak a fejébe, vagy mi nem. Tehát igazából ott is azt mondja, hogy tisztelnünk kell a keresztényeket, mert a zsidókat, mert ők is egy Istenben hisznek, és igazából nincs köztünk különbség. El-Nász, el-Kitab, tehát ők is a könyvemberei így értékelik a más vallásokat, és a dzsihadban azt tartják, hogy olyan sok jót kell tenni minden más vallású ember, hogy önként térjenek át. Tehát semmi nincs abban, hogy most öljük meg, mert ő keresztény, vagy zsidó, vagy valami. Na mindegy, ezt a csóka nem tudta, mert az is tipikus a terrorszervezetekre, hogy nem okos embereket verbuálnak, hanem olyat, akinek úgy bármit bemesélnek. Szóval, hogy nézd meg, itt van a Korán, meg kell lőnöd, mert ő keresztény, és hát nem mondja azt, hogy bocsi, én tapló vagyok, nem tudom elolvasni, mert alfabéta vagyok, hanem tényleg ott van, jó, akkor elölöm. Tehát van egy ilyen séma, amit így felfedeztünk a terroristák között. Általában nagyon fiatalon otthagyják az iskolát, szintén írni, olvasni alig tudnak, vagy egyáltalán nem. Hosszú bűnözői karrier, több év a börtönben, nagyon sok európai dzsihadista például a börtönben radikalizálódott. Na, vissza ez a szimpatikus fiatal sráchoz. Ő azt a parancsot kapta az iszlám államtól, hogy Würzburgban egy kamionnal hajtson végig a sétáló utcán és gázolja embereket, ugyanúgy, ahogy a nizzai elkövető is tette. Ő is a Snapchatet használta, és hát visszajött, hogy bocsánat, csak 17 vagyok, meg még sose vezettem. És akkor mondták neki, hát se baj, öreg, akkor menj be egy gazdagoltba, vegyél egy fejszét, szállj fel egy vonatra, ott az emberek nem tudnak menekülni, és ölj meg egy csomó embert, amíg téged le nem ülnek a rendőrök. Hát mondta, hogy tamám, inshallah, vett egy ilyen szép kis fiskász fejszét, felszállt a vonatra, és egy szerencsétlen hongkongi családot, akik éppen turista úton voltak Németországban, elkezdett kaszabolni. Az volt a szerencse, hogy a helyi rendőrségnek egy taktikai tímje ott volt a pályaudvar közelébe, mert épp el akartak csapni egy veszélyes drogkereskedőt, akiről tudni volt, hogy mindig van nála éles lőfegyver. Ezért küldtek kommandósokat, ők oda sprinteltek, felszorították őt még angolul is, hogy dobja el a baltát, adja meg magát, hát ő ezt nem tette, úgyhogy a mellkasra leadott három célzott lövéssel kellett neutralizálni az elkövetőt. Ja, itt még a mobiltelefonjáról van ez a kép lehalászva, hagyott még egy üzenetet nekünk, németeknek, hogy a saját utcáitokon és a saját házaitokban fogunk titeket lemészárolni. Hát szerintem honfitársai nevében köszönöm, de nem élünk a lehetőséggel.
Ugyanígy volt a berlini merénylő, aki végighajtott a karácsonyi vásáron, úgy engem is levert a víz, mikor láttam, mert 4 nappal ezelőtt voltunk ott barátnőmmel. Szóval úgy rossz belegondolni a sztorikba, és itt van a fickó, nem néz ki jól szerintem. Nem, csajok? Nem, nem néz ki jól. Na, lényeg az, hogy kiadta magát dzsihadistának, de ennek ellenére például drogokat árult a Görlici pályaudvarra. Plusz 14 alias neve volt, és ezek mind a 14 évben fölvett szociális segélyt. Egy haverom elküldte az összesítést, 2600 eurót vett fel egy hónapban. Tényleg nem működik a rendszer, tehát nincs egy olyan kártyájuk mondjuk, ami digitális adatokat tartalmaz, új lenyomatot, például biometrikus arcfelismerés, meg minden, ami benne van minden levélben, ugye az új magyar személyikben is. Tehát ezt meg lehetne oldani, de valahogy nagyon nem működik a rendszer. Tehát igazából volt egy zsák pénze, még drogokat is árult, és mellette meg dzsihadista volt, tehát elég rossz kombó, ugye 12 ember gyilkolt meg, és több mint 50 sebesült volt. Ő is ugye migránsként érkezett. Na hát itt még nagyon örültek itt a kis csajok, ugye a migránsi magatok, hogy jó, refugees welcome, hogy üdvözöljük a menekülteket, meg ugye banán, meg büssállatokat osztogattak neki. Aztán egy kicsit ugye voltak a szilveszteri események Kölnben, amikor több ezernek molesztáltak, egy rendőr kollégát is megerőszakoltak, szegény mondta, hogy csak a lőfegyverét féltette, azt tartotta, hogy azt el ne vegyék, mert nincs rémálom, nagyobb rémálom a rendőröknek, hogy a fegyvered eltűnik. Tehát annál szörnyűbb dolog nincs. Úgyhogy brutális dolgok történtek, és valahogy a rendőrség se állt a helyzet magaslatán, meg a német férfiak sem, de ugye volt ilyen eset Oroszországban is, hát ott 2 apkáknál zsákba vittek el, mert hogy a székely mondja, hogy a medve nem játék, hát az orosz medve legkevésbé. És született egy tanulmány erről, hogy a német férfiak elfelejtettek verekedni. És ez valóban így van, hogy ezt tanították nekünk ugye otthon meg az iskolában, jaj, kisfiam, ne üss vissza, szólj a tanárbácsinak, szólj a rendőrbácsinak, az majd intézi. Jó, akkor lettek ilyen gonosz bácsik is, mint én, meg a csapatom, tehát azért mi visszaütöttünk, ha kell. De tényleg ez volt, hogy jaj, úristen, mit csináljunk, NCXO, hívjuk a rendőrséget, tehát azok nem jöttek, és akkor ez történt szerencsétlen lányokkal. Ez a kép egy kölni bevásárlóközpontnak a biztonsági kamerájából van kimerevítve. Az lehetett az az egész szegmens itt, hogy megy szegény csajszé, ott beszólogatnak neki az arabok, igazából így megy el, tehát nem is akar konfrontálódni, és akkor ennél a baromnál volt ott egy üveg Fanta, abba belégott és ráköpte a lányra. És ami a legrosszabb az egész, hogy egy hülye az lehet, mert egy hülye mindig van a csapatban, csak itt a többiek ugye nem azt, hogy befékeznék, hogy hé, állj már le öreg, mi nem azért vagyunk itt, hogy a lányokkal személykedjünk, hanem állítólag menedékkérő, hanem még ott röhögnek, adják alá a lovat, tehát igazából lehet látni, hogy semmire nem becsülik a lányainkat, asszonyainkat. És ugye minél többen jönnek, annál nagyobb a bizonytalanság, tehát húsvétkor voltam otthon Berlinben, és este kerülnek az utcát. Bezárnak az üzletek, tényleg beszélgettünk itt az előadás előtt képviselőről, hogy Berlin egy klassz, élhető, pulzáló város volt. Ott nem tudom, az ember bepiálhatott, nem fosztották ki, meg nem tudom, sohasem baj nem történt. Most meg úgy kiülnek az utcán, az emberek ülnek otthon, mert félnek igazából kimenni, hogy molesztálják őket, lehúzzák őket. Tehát az a baj, hogy ilyen sok milliós tömeg, akik ott ülnek a migrációs központokban, unatkoznak, előbb-utóbb ugye kimennek és hülyeségeket csinálnak. Dolgozni ugye nem tudnak, mert megállapította ezt nem csak én, hanem a szövetségi munkaügyi hivatalnak az elnöke. Kijelentette a sajtónak, hogy ahogy a helyzetet látja, a beérkezett migránsoknak talán 10%-át lehet majd a munkaerőpiacra bevezetni, a többi full analfabéta és valószínűleg életük végig szociális segélyen fognak élni, amit mi adófizetők fizetünk nekik. Azért 2 millióból 90% azért az elég sok, plusz még a költségek, ugye most kb. 1 millió embert kell Németország szerte ellátni napi 3-szor étkezéssel a migrációs központokban vagy ilyen konténervárosokban. Egy migráns napi ellátása 23 euróba kerül, tehát 23 millió euró per nap csak a kaja, plusz orvosi ellátás, lakhatás, minden egyéb ugye ruhapénzt kapnak, szociális segélyt kapnak minden hónapban. Tavaly évben 27,5 milliárdba került Németországnak a migráció. Commerzbanknak kiszámolta az egyik elemzője,
ha egy migráns el is kezd dolgozni, mondjuk 3 év után, ha megtanul németül, 7 évig fizeti vissza az államnak azt, amit belé fetszöltek, és a 8. évtől fog majd az adója, a TP-je és minden egyéb pozitívumban megjelenni az állam kasszában. Tehát ez abszolút nem egy olyan biznisz. Legkatasztrofálisabb volt, szegény Csajci 19 éves volt, orvosi egyetemre járt, az a Baromarcit mellette megerőszakolta majd, hogy ne tudjon ellene valami vízbe folytotta a lányt. Ez egy folyóparton történt Magyarországban. Csóka is igazából egy gazdasági menekült volt, vett magának ilyen jó cuccokat ugye a segélyből, amiket mi adófizetők kicsengettünk, szelfizgetett, és ugye jó dolgában már nem tudott mit csinálni. De kiderült, hogy nem az első eset volt, hanem ő már ült Görögországba is börtönben miatt, megerőszakolt egy lányt, bedobta a tengerbe, azt hitt, hogy belefulladt, szerencsére nem vallott ellene, kapott 18 évet, egy év után kiengedték őket a hatóságok házőrizetbe. Hát, lovely. De a lényeg az, hogy persze a srác, ugye, ahogy kiengedték a börtönből, hogy meg is lépett, mert Németországban is kiadta magát szegény szírmenekültnek. Kiskorúnak, úgyhogy igazából betették őt a gyármügyhöz, kapott nem kevés pénzt, és ez lett a nótának a vége, de ami katasztrofális, hogy a lány szülei kiírták ugye a helyi lokális lapokban, a Facebookra, hogy aki virágot vagy koszorút szeretne vinni, az ne tegye, hanem ezt a pénzt utalják át egy migránsokat segítő NGO-nak. Hát nem tudom, én gyerekemmel ilyen történne, akkor belőlem lenne breaking news, tehát amit én csinálnék, akkor az ott elelőne a világsajtó elég rendesen. Tehát én nem tudom, hogy a szülők is ezt nem ítélték el, vagy hogy mi játszik a fejükbe, úgyhogy ez az idióta, ez börtönben van. Fiatalkorú, mennyit fog kapni? Max 15 évet. Jó magaviselettel azt szerintem megfelezik, hát olyan 7-8 év múlva ki fog szabadulni. 25 évesen gyilkolhat megint. Aki kétszer megtette, harmadszor is megfogja. Higgyétek el, ez ilyen 30 éves rendőrségi tapasztalat, tehát ez tutira. Párhuzamos társadalmak, na, ez nem Teherán, hanem Berlin. Tehát egy-két kerület már úgy néz ki, mint hogy nem is Németországban érezzék magad, már sok üzletre ki se teszik németül, hogy mit lehet ott kapni, mert minek már úgyse tévedünk nagyon arra, csak a helyi erők vannak ott. Ez is egy ilyen cuki kép, ez Berlin Wedding kerületében történt, 10 éves arab sráccal akart kapni egy Volkswagen Golfot. Ugye egyik szomszéd szólt ott a rendőröknek, hogy hú, egy kisgyerek ül a kocsiba, aztán a köszönből el akarja indulni, el akarja indítani. Mindig voltak én gyerekek különben, én is, amikor még így fősor, utolsó jövőben rotáltunk, és egy kerületi kapitányságon voltam, ott is volt egy srác, az is mindig autókat kapott, de mindig Opeleket, és mindig azt csinálta, az volt akkor a trend így a gyerekek körében, hogy airbagging. Neki ment így egy falnak, vagy egy másik autónak, hogy felfújódjon az airbag, és marhára élvezték, hogy pofán csapja őket. Pont én kaptam el a srácot, de ült egy régi Opelban, mivel nem volt airbag. Annyira mélysértett az autókhoz a srác, Follek arabon neki ment a falnak, egy ilyen kukatároló falának ment neki, és azt tudom, oda ment és vérbe úszott a kormány, meg a gyerek arca is, meg minden, és akkor ott mondta, hogy sejszedben nem volt airbag. Hát mondom, azt én is látom, te meg érzed, gyerünk haza Mutterhoz, 13 éves volt a gyerek, úgyhogy mindig vannak ilyen arcok. Na, lényeg az, hogy kiment két egyenruhás kollega, hogy elbeszélgessen a sráccal, meg megakadályozzák a gépjármű eltulajdonítását, és erre megjelent, mint itt látjuk, a szűkebb családja a gyereknek. 70-en voltak, mint kiderült. Ezt nekimentek a rendőröknek, ugye brutális módon, és akkor minden rendőri adóvevőn van egy ilyen segélykérő gomb, hogyha azt megnyomod, akkor rögtön tudják a GPS alapján, hogy bajba vagy. Elhallgat rögtön minden más rádiózás, az automatikusan kikapcsolja, és csak a bajba jutott kollégának lehet hallani a szavait. Ez rögtön egy, mint egy telefonkihangosító úgy is működik, és akkor a kollégák üvöltötték, hogy több tucatan ránk támadtak, a földön vagyunk, már gyors segítséget kérünk. Erre mindenki ugrik, persze 80 rendőr ért oda, tényleg percek leforgása alatt. Szétszették ott a embergombolyagot, szegény kollégák voltak legalul. És lényeg az, hogy másnap ugye a liberális sajtó, meg RTL klub úgy kimentek a arab szülőkhöz, hogy jaj, szegény kisfiú van, mi történt, és akkor mondták, hát persze volt felháborés, mert hát tiszteletlenül beszéltek a rendőrök a kisgyerekkel. Érdekes, az RTL klub egy szót nem megtett arról, hogy el akarta lopni az autót, meg arról se, hogy ez már a harmadik autólopási kísérlete volt. Ami 10 évesen egy olyan nagyon szép kis karrier elég meg, de nekem is volt olyan, hogy
haverommal beültünk kajálni, akartunk valami egészségeset enni, beültünk a Mekihez. Aztán jött is ott ilyen siserehad, mind ilyen arab srácok voltak, ott nagy sus-mus, meg minden. Ketten eltűntek, azt jöttek vissza pár perc múlva, ilyen elemek voltak náluk, meg cigaretta, meg ilyen kis üveg piát, meg minden. Úgy oda mentünk, megmutattuk a rendőrigazolványt, mondjuk, hogy srácok, ez nem a ti napotok, pakoljatok ki szépen minden. Aztán kipakolták a cuccost, egyik srácnak aznap kellett volna börtönbe vonulnia, fiatalkorú börtönébe, valami tudom már hány esete volt, hogy utólag megnéztük a kompjúterbe, 14 éves volt a srác, és mondták neki, a volt mennyibe kellett az elem, azért loptam meg, hogy legyen nála egy kis üveg piat, hogy ilyen gyerek is átmutatják és elveszik. Szóval aznap kellett 14 órára bevonulni a fiatalkorok börtönébe, de előtte még tett egy kört ott a spárba belőle, úgyhogy igazából nagyszerű klientér. Na, múlt hét végéről hoztam nektek fotókat. Ezt egy bécsi rendőrbarátom küldte. Szegény nagyon kész van, amikor szombat estére beosztják, akkor mondja, hogy tudja, hogy az a pokol lesz, mert annyi esete van, különösen szexuális erőszak, szaklatások, meg minden a Práter környékén az első kerületben jár őrösrác. Ez Berlin, ez Párizs. Ugye választások voltak, aztán gondolták, hogy ezek a helyes új franciák, hogy nem lőttent választották meg, bosszúból lehetünk szét az egész várost, és a Párizs déli részén, ottól a legtöbb migráns lakik ott felgyújtottak pár autót, meg betöltek egy pár kirakatot, értelemszerűen szupermarketeket, onnan ki lehetett hozni az alkoholos italokat. Eközben nálunk anyák napja volt. Szerintem utóbbit azért valahogy jobban meg kellene tartani, mert mondjuk nem szeretném, ha a kerületem így nézne ki néhány év múlva, vagy mondjuk a gyerekeinknek így hagynánk hátra, hogy ám most még oké, de majd figyelj, fiam, mire felnősz, készülj fel, meg esznek a migránsok. Na, ugye félünk tőlük. Megnézzük, itt is ilyen nagyvárosok, ez London, ez Párizs, ugye Róma fel lehet ismerni, ez pedig, nem is tudom, aztán talán Brüsszel. De az a lényeg, hogy az ember elmegy most bármelyik európai nagyvárosba, már nem azt a barátságos rendőrbácsit látja, aki segít a turistáknak, mondjuk Amerikában sem, ott is már eltévedtem egyszer Los Angelesbe, oda mentem egy rendőrhöz, rögtön a fegyveréhez nyúlt, de aztán aranyos volt, útba igazított, de lényeg az, hogy ha be akarunk menni Rómába, vagy Londonba, bárhol egy múzeumba, vagy valamilyen nevezetességhez, mondjuk a Colosseum, már úgy jutunk be, mint egy reptérre. A Colosseumban már nem lehetett levinni ásványvizet se, megvettem interneten a jegyeket, hogy ne kelljen ott sorbálni órák hosszat, és már rá volt írva, hogy semmilyen folyadékot nem szabad bevinni, hátizsákot sem, hölgyeknek megengedett egy kisméretű ridikül. Ennyi. De ugyanez van a Vatikánban, ez van mindenütt, tehát elmész, hogy lássa valami érdekességet, ugye hosszú sorbálás, mert át kell menned egy ilyen fémdetektoros kapun, és igazából azt mondom, jó szegény migránsok, nem mondom azt, de azt mondanám, csak már az van, hogy félünk tőlük, hogy igazából át kell teljesen alakítanunk a napi életünket, a napi rutinunkat, ha elutazunk valahova turistaként, úristen, menjünk oda, lehet, hogy pont akkor ez terrortámadás, engem is mindig megkeresnek itt iskolák például, hogy Georg, mit gondolsz, minim a diákjaimat Brüsszelbe vagy Párizsba, vagy valami osztálykirándulásra menjünk, ne menjünk. Tehát benne van az emberekben ez a para, és ez azért egy nagyon rossz tendencia. Tehát elég hülye dolog, nem? Valahogy olyan sízó, hogy jaj, szegény emberek, fogadjuk be őket, mert a háborúból jönnek. Én akkor mindig felteszem a kérdést, na igen, háborúból, de miért van ott háború? Rossz a helynek a feng shui-ja, hát akkor oda megy egy kínai, oda rak egy integető cicát, egy vágó, a tükröt, meg minden, és rögtön helyreáll a rend. Nem, azért van háború, mert a vallási felekezeti összeférhetetlenségük, a politikai összeférhetetlenségük, és attól félünk, hogy ezt a háborút át fogják hozni. Olyan migrációs központokban olyanokat csinálnak, hogy késelnek, sít a szunitát, szír az afgánt, afgán a szírt, nem tudjuk miért, de iszonyatosan utálják egymást. Vagy pedig olyan volt, hogy Ramadán alatt ugye a konyhás néni kiosztott kaját, ugye tudjuk a 40 napos bőj, és nem kellett, hogy ezt megegyék, mert ott van a bazin, hogy hűtő, berakják rá, éri Ahmed, az csak nem eszik el előtte, de van egy ilyen vicc, hogy csaj, elmegy dolgozni egy céghez, aztán Facebookon ír a barátnél, képződ, olyan klassz ez a cég, de olyan érdekes, neveket adnak a kajájuknak, hogy ma megettem egy szendvicset a hűtőből, akit Jánosnak hívtak. Szóval ez kb. Olyan, de na mindegyik nem írták le a nevüket, nem tették be a hűtőbe, hanem felgyújtották ezt a migrációs központot, mert hogy mernek nekik a Ramadán alatti élelmiszert adni nappal.
Hát nem, majd a 70 éves konyhás néni becsaptak hajnali kettőkor, azt majd akkor lesz kajaosztás. Szóval nem tudom, hogy képzelnek, tehát olyan követeléseik vannak. A lényeg az, hogy szereztek egy kis benzint, összeraktak matracokat, megnyitották, másfél milliárd euró kár. Nice. Amit ugye mi majd kicsengetünk. Úgyhogy most Párizsban az Eiffel-torony köré is ugye építenek egy ilyen 3 méter magas golyóálló falat, hogy nehogy a sorba álló tömegekre hagyjon le valaki mondjuk célzott műveseket egy járműből. Tehát iszonyatosan benne van mindenki a para, de még mindig itt vannak Európa határai. Tehát azért megnézzük, hogy jó, most már a briteket nem kell beleszámolni, de igazából az egész unióból Magyarország volt az egyetlen, és a magyar kormány volt az egyetlen, aki felismerte, hogy mi lesz ebből a migrációból. Szóval a magyar kormány nem csak a puzzle-i darabját látta, hanem az egész képet, és látta, hogy ez nagyon nem jó, hogy napi kb. Majdnem 10 000 emberig is volt a szám, hogy akik átjöttek a magyar határon Röszkénél. Én beszéltem nénikkel és bácsikkal, akik nem mertek már kimenni a házból, mert olyan volt, csak elcsatogott szegény néni a boltba, tejér, kenyérkér, és visszajött, és a migránsok már ott ültek a konyhájába, és ették az ő dolgait. Vagy ugye aggazzák, hogy nem az, hogy leszedte a gyümölcsöt, hanem letört a szegény gyümölcsvácskának az ágait, és azzal vitt el a gyümölcsöt, mert ő neki egyszerű. Azért nem áll. Meg mindig, ami felháborít engem, hogy milyen menedékkérő az, aki ilyen világkörülő úton van. Ugye ott van Görögországban, én nyaralni járok oda, egy EU-s ország, gyönyörű hely, nagyon jó a klímája, kedves emberek, jó a kaja. Igazából még kulturálisan, kulinárisan közelebb is van a Közel-Kelethez, mint mondjuk Norvégia. Tőke, ahol az nekem se jön, annyira. Na, lényeg az, hogy ugye elmenek Görögországba, áig nem jól, mert nincs segély. Átmennek Macedóniába, ott még annyira sincs, ott macedón rendőrök van, egy pár haverom, már nagyon szeretik őket, nem bánnak vele annyira kestős kézzel, mint itt a rendőrök. Akkor átmennek Szerbiába, hát az egy csóró ország, mondták, átjön Magyarországra, hogy amennyit akarnak itt adni, nem tudom, 15 000 forintot, hát na, az nem, mert átszámolják rögtön ugye a iPad-en. Akkor elmennek Ausztriába, hát Ausztria még mindig nem Németország. Akkor elmentek rengetegen Németországból, valaki sütte nekik, hogy Németországból az alapsegély, amit megkapnak rögtön per fő, az 140 euró. És akkor valaki mondta, hogy megyünk Dániába, mert ott 340, akkor átmentek Dániába. Akkor Dánia lezárt a határokat, akkor vissza Németországba, akkor valaki mondta, hogy Norvégiába a legmagasabb, ott aztán átszámolva 460 euró, amit kapnak. Átmentek Norvégiába, jaj, de ott hideg van, akkor menjünk Finnországba, hát persze, sokkal melegebb van. Akkor ott nem volt jó a kaja, meg gyenge volt a wifi, akkor visszajöttek Németországba, mert az ékszerelmére nekem vannak otthon fotói, mikor kibombázták a II. Világháborúban a szüleimet, akkor egy tehervagonban laktak. Képen ott a nagyim most egy laborba, édesanyám meg a két testvére ott játszanak. Menekültek voltak, de nem mondták azt, hogy akkor most megyünk Amerikába, Norvégiába, Brazíliába, vagy valami, hanem felépítették újra az országot. Így ők ugye nagyim is ugye a téglákról verték le a maltert, meg minden, mert nem volt téglagyára, tehát régit fel kellett használni. Ezek ott jönnek, ez a Trümmerfrauen, akik így a építkezési anyagot szolgáltatták. De nem azt mondjuk, hogy menjünk világkörüli útra és várjuk a segélyt valahol. Tehát ez nekem egy rohadt visszás dolog. Akkor ugye a lecsúszás a bűnözésbe, a kollégám arcoz komolyan fejezeteket beszél. Na ez a híres Görlici pályaudvar, ahol általában nigériai srácok árulják az anyagot. Már sajnos mindig van egy csomó végyörök, itt veszik is. Pár mindig belehal, ugye szintetikus dolgok, nem tudod mi van benne. Úgyhogy hozzám bármikor oda jön egy nigériai, hogy figyelj 2000 forint szerbe és öreg el fog szállni tőle. Jól le is verném, azzal kezdeném, aztán őrizetbe venném. Tehát nem tudom az emberek fejében, mi megy át, hogy megveszem egy afrikaitól valami cuccot, amiről azt se tudják, hogy mi van benne. És nagyon sokszor van, hogy klubokban a srácok ráisznak, ugye, kontraindikációban lépve az egyik anyag, ami a szerbe van, az alkohollal. Túlpörög amúgy is, ugye, pogózik ott egész éjjel, aztán reggelre már halott. Úgyhogy nem egy jó dolog, de lényeg az, hogy a libanoni maffia az a legnagyobb drogmaffia egész Európában, egész német drogpiacot ők uralják. Beszippantották a nigériaiakat és ők a terjesztők. A drogszállítók azok általában 12-13 éves kisrácok, arab kisrácok, mert őket elkapják, hiába van el egy kiló heroin, vagy 100 darab spanni, vagy bármi ugye kiskorú, nem büntetetők, nem vett őrizetben, elveszik tőle a cuccot, hogy berakják újra vissza a gyámügyhöz, iszik egy kakaót reggel, aztán megy vissza a keresztapához, hogy kéne még pénz, meg kéne még meló. Úgyhogy elég állatlan állapotok vannak.
Milyen el kell mondott olyan, hogy hú, a német gazdaság úgy neki fog inogodni, mint a vadlovak, mert jönnek itt, hogy rakétatudósok vannak köztük, meg atomtudósok. Fú, akkor fogtuk el fejünket terrorelhállatok, hogy közel-keleti atomtudós, meg rakétatudós, robbantási szakember, nagyon rossz kombó. Legyen köztük béknek kertész, abban nem lesz baj. Na aztán egy haverom csinált egy ilyen kis mémet, ugye, mert kiderült, hogy hát rohadtul senkinek nincs diplomát írni, olvasni, nem tudnak, nem, hogy atomtudósok lennének közte, ugye ez a rechtszám vált, ez az ügyvéd, akkor aki ott rúdossa az az építészmérnök, az architekt, meg van köztük egy orvos, és itt az árcizében megy megvizsgálja, ugye, a kettőt belerúgó is. Úgyhogy ez egy ilyen óriási nagy hazugság volt, hogy milyen értékes, meg milyen jó fej emberek jönnek, nem. Tehát olyan emberek jöttek, akik igazából csak a megélhetésért, ezért is felcsesztem magam rettenetes módon, ugye Sorosnak a kis kedvence, a Helsinki Bizottság, mikor Magyarországot feljelentették a két bangladesi emberke miatt. De jártam Bangladesbe, tényleg nem egy szexi hely, hát rohadtul nem. Nagyon sok ember dolgozik, nagyon szegények, bazi meleg van, párás a levegő, nagy multicégek kihasználják az embereket, mert ott $1 varják, mint én H&M-nek a cuccost, vagy Pull&Bear-nek, vagy bárkinek. Úgyhogy abszolút nem egy jó hely. Lehet, hogy én is ott élnék, én is elindulnék, de milyen jobban, nincs háború, nincs polgárháború. Belegondolok, az emberiségnek kb. 80%-a ér rosszabbul, mint mi. Mi kb. Ez a 20%, akiknek megvan a napi kaja, van fedél a fejünk fölött, van világítás, igazából egész jól élünk. De ez a 80% most elindul majd Európa felele, de akkor azt hiszem az Isten irgalmazza nekünk, csak belegondolok, hogy 1 milliárd ember él Afrikában. És abból körülbelül 800 milliónak elég rossz sorsa van. Induljon el csak még 8 millió, már áldatlan lesz a helyzet, mint még egy magyarországi embertömeg elindul erre. Na, kis bűnügyi statisztika, mert az jó, ezt nem én találtam ki, bár biztos majd a bal liberális sajtó azt írja, hogy spöpte, mint itt egyszer róla, én vagyok a félelmetek és autómentere. Most az leszek, de bizonyítom, igazuk volt. Na, a Bundeskriminalamt, tehát a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal adta ki a statisztikát. Tehát a migránsok száma, illetve a bűncselekmények száma, ugye ebben az egy évben, amikor a migránsok megérkeztek Németországba, 52,7%-kal nőtt. Azért az elég kurva. Az tényleg nem piskóta és tendencia növekvő. Hú, itt majd technikai segítség fog kelleni, mert ürangítás most tettünk ki. Na a lényeg az, hogy megvizsgálták például az első osztokban a szírek által elkövetett bűncselekmények számát, és ez egy év alatt 400%-kal nőtt. Tehát mondom, iszonyatos, hogy milyen számok vannak így a bűnözésben, és tendencia sajnos minél több ember érkezik, annál rosszabb a helyzet. Várható, hogy az idén is kb. 800 ezer ember fog Németországba érkezni. Azt lehet látni, hogy Olaszországon és Svájcon keresztül mennek Németország felé. A svájci kormány is már feltette a kérdést, hogy mi a gond velünk svájci, akkor itt senki nem akar maradni, mindenki Németország felé megy. Úgyhogy tényleg egy érdekes dolog. Merkel azt mondja, hogy még mindig nem foglalt állást, még mindig azt mondja, hogy jaj, mindenkit be kell fogadni, nincs felső határ, de meg kell védeni Európa határait. De nem úgy, mint Magyarország. Akkor hogy? Mindig mondom, hogy van ez a ilyen mondás, olyan, hogy egy kicsit terhes, olyan nincs. Most vagy az, vagy nem az. Tehát most védjük meg, vagy ne védjük meg. Mert akkor, hogy mondjuk megértek, hát akkor biztos nem fognak, vagy szóval nem tudom. Állítsuk oda a Van Helsinget, a vámpírvadászat. Tényleg nem Magyarország határát úgy lehet megvédeni, hogy felhúzunk egy technikai kerítést, amit nem lehet áttörni. Drónok vannak, katonák vannak, határvadászok vannak, határőrök vannak. Tehát így meg lehet védeni, de nagyon szép szavakkal, amik már 2,5 éve elhangzanak Brüsszelben, Berlinben, itt-ott. Pusztába kiáltott szavak, semmit nem ér, a migránsok jönnek. Ugye az integrációs akarat, hát csak azt lehet integrálni, hogy aki szeretne. Vannak pozitív példát, jöttem vissza Berlinből, és egy halál cuki, fekete srác volt a sztyuárd az érvelmi járaton. Nagyon igyekezett, hogy jól beszéljen németül, össze is jött neki, segítőkész volt, jó fej, szerették az utasok, szerették a kollégái. Én azt mondom, hogy aki ilyen szándékkal jön, hogy integrálódjon, hozzá akar tenni a társadalmi értékekhez. Emelni akar igazából az ország nívóját is nem rombolni, adót akar fizetni, nem akar bűnözni, abszolút azokkal semmi gáz. Csak az a baj, hogy ez talán 1%-a ezeknek az embereknek. Ugye bemutat a rendőr kollégáknak, már ismerik a civil autókat is, azért annyira nem hülyék.
és lehet ilyen kedves gesztusokat látni, és akkor nagyon nehéz megállni, hogy az ember ne szálljon ki, és ne alkalmazzon némi gyógytornát. Ugyanerre lehet, hogy beállt az ujja, lehet, hogy masszírozni kéne, elhozítjuk neki. De hát ezt nem tehetjük, én demokratikus rendőrség tagjai vagyok. Nagy-Britannia, ugye már annyi muzulmán él, ugye Sadiq Khan a brit főpolgármesteri pakisztáni származású férfi, hogy most már muzulmánok mondják, hát most már mi vagyunk többségben, lassan legyen sária az az iszlám törvénykezés. Ugye mindenki ismeri a sáriát igazából. Jó, mondjuk visszamenőleg, tehát nagyon sok nemzetnek, még talán az őspagyaroknak is ilyen mi volt, hogy aki lop egy gödőjét, azt lefejezik, aki lop nem tudom mit, egy birkát, azt is lefejezik, és akkor tehát akkor már viszem az egész nyárat, úgyis mindegy, volt ez a régi mondás. Sariában is hozzon, egyszer láttam egy ilyen bírósági tárgyalás Szudánból, ott autógumikat lopott a srác, aztán kiderült, hogy visszaeső volt, és akkor mondta a kárgyó, hogy jó, ha visszaeső, oké, akkor távolítsák el a jobb kezét meg a bal lábát térből. És ott nem volt olyan jó fellendezés, mert megyek a kúriához, meg elfogult a bírót, megfogták a csokát, vitték a kórházba, azt amputálták. Vagy ugye Afganisztánban is például a foci meccsek előtt a tálibok, ugye például házasságtörésére embereket megköveztek, vagy agyonlőttek. Tehát azt hiszem nem egy EU-konform jogrendről beszélünk, ami a sáriát illeti. Tehát ezek a nem éppen szimpatikus szakállas, akik azt szeretnék, hogy mivel olyan sokan vannak, nem érdekes dolog ezzel a sáriával, mert igazából be is van már vezetve, úgymond. Tehát nem bíznak, vagy nem fogadják el például a német jogrendet, és ha mondjuk történik egy válás, haláleset, öröklődésről van szó, nem mennek el egy ügyvédhez, nem mennek el a bíróságra, hanem összejönnek egy sária bíróságot, és az dönt ezekben az ügyekben. Tehát egy ilyen nagyon meghatározatlan nagy számban mennek ilyen esetek. Nem is tudunk róla, hogy ilyen van, de ami mondjuk katasztrofális, ugye, hogy tudjuk, hogy nem csak a fiúknál van az a kis műtét, nagyon sok országban nem lányokat is brutális módon megcsonkítanak, és például ez tragikus, hogy Németországban, Olaszországban azt vettük észre, hogy ilyen bajákos nőknek kifizetik a vízumot, a repülőjegyet, az ott tartózkodást, és nagyon sokszor egy késsel vagy egy zsilletpengével elnézi a lányokon is ezt a brutális műtétet. Úgyhogy hozzák át a szokásaikat, hozzák át az iszlámhoz se köthető ilyen dolgaikat, úgyhogy igazából nincs integrációs akarat, nem ismerik fel azt, hogy egy demokratikus, szabad országban élhetünk, azok lehetnénk, akik szeretünk, fölvetjük az állampolgárságot, szavazhatunk, lehet belőle akár miniszter is, vagy valami, hanem azt mondja, hogy nekem tökre elég, hogyha van napi, nem tudom, 50 euró abból, hogy drogokat tinkelek ott az iskolásoknak, és akkor nekem ez már jó, mert Afrikában mondjuk csak egy dollárt kaptam, hogy haláztam a légmáladóban. Ugye az ország védelme, ami rendőrök is egyszerű. Nekem ez tetszik, azért tettem földre. Valahogy áttekinthetőbb a dolog. Akkor úgy hívtuk itt a kollégákkal, a magyar rendőrökkel a pályaudvart, a közel-keleti pályaudvar. Ez volt a keletját, én attól nem szeretném, hogy még egyszer így nézzen ki. Tehát nem tudom, én paráztam a barátnőmért, tehát én hoztam vittem munkába, mert ott kellett eljönnie, és valahogy úgy nagyon nem voltam abban biztos, hogy ne történjen baja, illetve biztos akartam lenni, hogy ne történjen baja, úgyhogy mindenkiben volt félelem, nagyon sok szülő, akinek a gyereke ott a közelben ment iskolába, hogy úristen azért ott gyerekeknek átmenni. A betegségek ugye behoztak olyat, hogy pólió, behoztak olyan, hogy tuberkulózis. Doki barátom mesélte Berlinbe, hogy 8000 euróba kerül az adófizetőknek egy tuberkulózis páciens kikezelése, tehát ez is még egy faktor. Ugye itt vannak ezek a kis elhírhet hangos beszélők. Szerintem tök jó volt ennek, mert ezt a sztorit mindig elszoktam, de olyan vidám. Meghívtak a Corvinus Egyetemre, és ott hát ne csak Spötle bácsi mesélje ott azt is a dolgait. Elhívott a tanszékvezető a Helsinki Bizottságtól egy ügyvéd. Ő talán nem is nézett ki rosszul, először mi fiúk örültünk, van helye, szöszint, hadd beszéljen ő is. Aztán szóba kerültek ezekre a hangos bemondók is, az egyik srác kérdezte ott a diákok közül, de hát, hogy ez a hangos bemondó igazából csak arra volt, hogy feltűzzék a tömeget a pályaudvaron, ugye röszkénél, amikor ultimátumot adtak a rendőröknek, hogy egy órát ott nyissák ki a határ. És akkor mondta ott az ügyvédnő, hogy hát, valaki egy hosszú útra indul, az visz magával mindig ilyen hangos beszélőt. Hát mondom, érdekes, nem akarom magam fényezni, de tényleg én nagyon-nagyon sok helyen voltam, a Kilimandzsárótól kezdve, India, Tigris, Les, minden. Mindig volt nálam svájci bicska, zseppeca, mit tudom én, bármi sörnyitó legfőképp, hogy meg tudjam érenom a Tigristől, de
rohadtul nem volt nálunk kézi hangos bevonni, nem minek, mert zavar a hátizsákba, mert egyáltalán hiesség. Szóval ki is rögötték, aztán erre berágott és elment. És akkor onnan a srácok egymás között vagyunk, most elmeséljön a kedvenc viccem. Egy szomáliai, egy iraki, meg egy szudáni jönnek az autóban, kivezet a rendőr. Ezt nem én mondtam, mert nem EU-konform vicc. Ugye, mi lenne, ha bedőlne a határ? Felmerült ez a kérdés. Ugye látjuk, hogy itt a Soros bácséknak a kis NGO-i nagyon igyekeznek, ugye szervezkednek például nem csak itt Magyarországon, hanem Macedóniában. Beszéltem macedón barátaimban, akik a kormánynál, a rendőrségnél megnyitott vannak. Nagyon félnek egy polgárháborútól. Van komoly esélye, ugye múlt héten foglaltak egy nagyobb fegyverszállítmányt a szerb rendőrök, amik Macedóniában mentek volna, még pedig egy albán paramilitáris csoportnak. Annyi fegyver volt, hogy pár barátommal mondjuk Liechtenstein lazán elfoglaltuk volna azzal. Tehát aggasztó, mi történik, és ha belőle valamilyen módon ugye Macedónia, elindulnak a migránsok Macedónián keresztül, Szerbián keresztül Magyarországra, én azt tudom osztály kollégáimtól, hogy ott bezárnák a szárnyas kaput. Perceken belül. Németországban is megvannak a tervek, már egyszer volt is róla szó, hogy lezárják éjszaka a határ tényleg hermetikusan, mert nem bírta már Németország a migrációs nyomást. Az utolsó pillanatban mondták azt, hogy át tovább kell tolni a PC-t, a politikai korrektséget, úgyhogy maradjon a határ nyitva. De akkor bezárnák, Magyarország egy zsák utca lenne. Több százezer ember, vagy akár több millió ember is megbekedne itt. Akiket élelmeznünk kellene, akiknek orvosi segítséget kellene nyújtani, a kicsiknek gyámügyet, iszonyatos költségek, iszonyatos feladat, amiket valahogy meg kellene oldani, és szerintem nem hiszem, hogy túl sok segítséget kapnám, vagy nem hiszem, hogy nagyon itt a momentumosok, vagy a CEU-sok, vagy a több ilyen testnevelésből felmentett, akkor oda mennének is. Jaj, de jó, hogy segítünk nektek. Hát nem hinném, hogy ez lenne, hanem itt a magyar kormánynak kellene ezzel az iszonyatos feladattal megbírkozni, mert tudja, hogy innen őket senki nem engedné tovább. Se a szlovákok, se az osztrákok, hát Ukrajna felé úgy indulnának el, úgyhogy iszonyatos nagy bajban lennénk, és ezért mondom, hogy nagyon-nagyon mindenki hallgasson a szívére, és ha nem is rám hallgat, de úgy a fejébe menjenek át ezek a gondolatok, hogy mi lenne, ha, és azért mindenképpen nem akarok senkit szugerálni, de nem szeretném migránsokat. Úgyhogy hipnotizó. No, igen, a CEU tényleg, és érdekes, hogy ez a CEU dolog, ezt ugye előrángatták, de ez nem is a CEU-ról szólt a tüntetés. Megnézzük a képen. Amíg szól, érdemes, hogy figyelem mindig a Facebook oldalukat. Viszonyatos, hogy hogy művölik Magyarországon, de hát mondjuk a helyesírási hiba, a szabadságért folytatott küzdelem súlyosan megvert a rendőrség. Nem hiszem, hogy ezt magyarul készítették. Ugye, én folyítottam, írtam egy olyan kis blogot a Pesti srácok.com, hogy lehet, hogy ez egy teszt volt nekünk ilyen egyszerű polgároknak, hogy felismerjük a helyesírási hibákat, akkor írtam is, hogy hát kijavítom, adok rá egy BB4-et, egyébként az Indexbe. Hát ugye a tüntetésen résztvevők hát tipikusan szép magyar lányok voltak az Egyesült Államokból. Az volt a vicc, hogy értem az államokba egy idő, tehát felismerem az amerikai akcentust, mert az amerikai amúgy sem egy ész, és amerikaiak osztották ezeket a szórólapokat, amerikaiak voltak a szervezők, megtanították a gondolokat ugye angolul beszélő srácoknak meg lányoknak, úgyhogy elég érdekes, csak én belegondolok, hogy én most német létemre elmennék az Egyesült Államokba tüntetni, hát engem úgy bezárnának se egy perc alatt, mint a húzat. Vagy megdobálnám a Fehérházat festékbombával, vagy bármit, vagy Abraham Lincolnnak az emlékművét. Hát szerintem addig élnék, mert azt mondom, hogy bomba van nála. Ja, festék volt, sorry, sötét volt, nem láttunk. Tehát nagyon hamar ott az embernek kioltják a fényét, aki ilyen próbálkoznak. Csak persze ez értelmszerűen ilyen provokáció, tehát azt akarják diszkreditálni, akarják minden erővel a magyar kormányt ezek az erők, akik igazából Sorosnak a fizetett ügynökei. Azt akarták, hogy a rendőr kollégák esetleg lepofozzák őket, nem tették, tehát tényleg a legnagyobb tisztelet a magyar rendőr kollégáké. Nagyon fegyelmezettek voltak, mert azt akarták, hogy ha valami atrocitás történik, akkor Brüsszel fele mutassák, meg Washington fele, mint a szadista magyar rendőrök megvertek itt egy ilyen 20 kilós atlétát. Mondjuk őt ott. Tehát a tipikus esete, hogy aki a Mama Hotelben lakik, aztán föl kell délután 4-kor, anya mi akarja, mert este tüntetni akarok menni.
remekte, mit tett ez az ember az országért, meg a célusok, meg a momentumusok, semmit rombolnak. Elérték, hogy ne legyen olimpia, rossz hírüket akarják kelteni, migránsokat akarnak betelepíteni. Tehát ezek mindenek csak nem hazafiak, hanem éppen ellenkezőleg. Életükben nem dolgoztak, ugye ez a lény is ott mondta, hogy hát hogy miért kell neki közmunkára menni büntetésképpen, ugye, hanem ő inkább ezt kifizeti. Csak ne kelljen dolgozni, még egy órát se hát. Nagyszerű, meg nagyon érdekes barátai vannak, ugye azt terjesztették a kis oldalaikon, hogy át akarják vágni Röszkénél a határt, és nem tudom, lehet, hogy sokan ezt nem ismeritek, én még gyakorlósan, igen, ez az Antifának, a német antifasiszta fognak a zászlaja, egy bűnöző szervezet. Ott vannak Németországban már évtizedek óta minden tüntetésen. Ha a terhes nők jogáról van szó, vagy a tisztatartásról van szó, akkor is elmennek, és megfordítják a tüntetést, hogy agresszív legyen. Van náluk molotov koktél, vannak kövek náluk, mutatok képeket, tehát ők itt Gulyás Marcsik is barátai. Rendőr kolléganőmet a rom rendőrségtől egy vascsővel úgy fejbe vágtak, hogy felrepet rajta ez a fehér sisak. Két hónapig volt kómában, fölébredt, de a szülei ápolják azóta is. Tehát 22 évesen nem egy jó sors. Tehát nem kellene ezekkel Röszkén készült róluk, tehát direkt azért azokat elmaszkírozzák, ugye nehogy valamelyik rendőri vagy titkosszolgálati szervnek az arcfelismerő rendszeréből megtudjuk, hogy valójában kik ők. Úgy zászlókat égettek múltkor, az az idei szó egyik, hogy Nie wieder Deutschland, soha többé Németországot. Mondjuk ez ugye Németországban bűncselekmény, és remélem azért Magyarországon is egy kicsit ezt megszigorítják, hogy aki az állami jelképeit, nemzeti jelképeket, vagy az állam képviselői mondjuk a köztársasági elnökurat gyalázza, azt ugyanúgy Németországban bíróság jelenesen vinni, és hát akár pénzbüntetés, vagy akár börtönbüntetéssel sújtani. Hát itt is május 1-e Berlinben, tehát mindenütt ott vannak az Antifa. Azért született miattuk az a törvény, az a Vermummungsgesetz, tehát hogy nem szabad senkinek egy tüntetésen eltakarni az arcát, mert akkor logikusan abból indulnak ki a rendőri szervek, hogy egy bűncselekményt akar végrehajtani, és úgy ugye a büntetés tételét, vagy illetve azt, hogy elfogják és bíróságért állítsák, ezzel meggátolja. Tehát lehet látni, hogy ilyen szervezettel barátkoznak ezek a lények. Ugye, ami mindenkibe kiverte a biztosítékot, de nem is, hogy Brüsszelben hogy fogadhatták egy államfőnek vagy kormányfőnek kiálló tisztelettel Soros Györgyöt. Tehát most mi lenne, ugyanúgy oda mehetne egy orosz oligarcha is, vagy bárki, akinek sok pénze van, és akkor azt mondta, hogy így legyen a politika, nem úgy, hanem. Tehát ez egy amerikai állampolgár miért akar beleavatkozni Európa sorsába, és mi a jó neki abban, hogy az úgy évi 1 millió migráns kellene fölvenni Európába. Mi ebben a jó neki? Valami nyilván, tehát nem a szeretetről szól ugye egy tőzsdés spekulásnál semmi, világ 20. leggazdagabb embere, nyilván egy nagyon intelligens valaki, és nyilván nagyon tudja, hogy ebből neki milyen haszna származna, azt már mondta, hogy akár segít is felvett az Európai Unió, hát gondolom az ő bankjaitól. Úgyhogy igazából az a kérdés, hogy melyik jövőt hagyjuk a gyermekekre, ugye ezzel kezd a képviselő úr is, az, hogy majd korán iskola legyen, kötelező legyen esetleg majd a iszlám oktatás az iskolákban. Ugye Németországban most a migránsok szám úgy 18%-on van a lakosságban, 20-30 év múlva el fog érni az 50-60%-ot is. Ugye láttam is, mikor otthon voltam, hogy azért a legtöbb fiatal asszonyok volt terhes, vagy már egy-két gyereket tol magával. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy demográfiai eltolódás lesz. Aki még nem olvasta a behódolást, tudom ajánlani a könyvet, mert nagyszerű. Igazából előre vette, hogy mi lehet, vagy mi lesz majd Európával. Nem akarok most itt negatívan gondolkodni, de azt mondom, hogy európai része az elveszett. Tehát azért nagyon fontos, hogy tartsuk meg Magyarországot. Nem akarok hipokrita lenni, nem vagyok egy nagy templomjáró, de én hiszek abban is vallom azt, hogy Magyarország egy keresztény gyökerű ország. Olyan kultúrák van, ami erre alapul igazából több mint 1000 éve, és ezt kell megtartani, ezt kell továbbvinni. Azt, amire az őseink küzdöttek, dolgoztak, harcoltak, amiért mi minden nap elmegyünk munkába, és azt hagyjuk majd a gyerekeinkre, unokáinkra, és ezért mi egyszerű emberek, vagy azt mondom, most így most mi vagyunk a katonák, azt tudjuk tenni, hogy kitöltjük a konzultációsívet, ugye elmegyünk politikai rendezvényekre, informálódunk, mert nagyon sokan ugye azt mondják, hogy nem tetszik a kormány munkába, hogy ezt bele se olvas, vagy
kollégám is, hogy miért a CO, akkor mondom, magyarázja, akkor mi a CO. Hallgattak és néztem rá, ah, most erről vele nem vitatkozom, látom a fej lövés is így sóra. Tehát menjünk bele a tematikába, és akkor döntsünk igazából, mert ne az egyéb, hogy Németország, hogy azt mondják, ha majd a politikusok eldöntik, majd a nagyok, nem. Politikát mit csináljuk? Mi vagyunk a nép, és nagyon sokat tudunk tenni, és azon már nagyon sokat tettetek, hogy eljöttetek, hogy gondolkodtok a témáról, kitöltitek a kérdőívet, elmentek szavazni, bízok ebben a kormányban, mert én, mint még külföldi, nagyon bízom benne. Úgyhogy, ha még valaki beérne a kérdés, hogy mit tud még tenni, hát azt mondom, jövőre elmenni szavazni, 18 a szavazás éve, és behozni, hogy ki lesz. Tehát igazából szlógennál, ami mindig az, ami a népszavazásnál is volt, meg tavaly, meg remélem jövőre is az lesz, hogy hajrá Magyarország, hajrá Fidesz, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg, aki még nem töltötte volna ki, vagy levélve, vagy online, azt tegye meg, mert nagyon-nagyon fontos a hazánk jövője, és szívből köszönöm, hogy itt voltatok és meghallgattatok. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk az előadáshoz, én itt hallgattam, és nem lett az ember feldobódva. Tények hangzottak el, arcokkal, időpontokkal, amivel nagyon nehéz vitatkozni, nagyon nehéz kétségbe vonni, hiszen ezek most történtek meg, ezek Európában történtek meg, és az összefüggéseket azok nem látják, ezeket a világos összefüggéseket, amit itt Georg Spöckler elmondott, akik nem akarják, vagy más világot akarnak látni. Itt pontosan egy irányban mennek a dolgok, és lehet, hogy még nem tudjuk, hogy igazából mik a hátsó szándékok, mik a szándékok, mik különböző érdekcsoportok szándéka velünk, akár Magyarországgal is. De hát nekünk is van szándékunk, az itt élő állampolgároknak, és Európában élőknek is vannak szándékai. Nekünk is van elképzelésünk a jövőről, elképzelés Magyarországról, gyermekeinkről, unokáinkról, és nem igaz, hogy a fejünk felett dönthetnek csak, és mindent el kell fogadni, amit a korpunkon le kell nyomni. Itt az előadásban láttam azt, hogy nyugat-európai országokban megszűnt az ellenállás. Az emberekben az az ellenállás, hogy meg tudják egy világosan lássák saját érdekeiket. Ha látják saját érdekeiket, akkor ezekért tenni is tudjanak. Én azt gondolom, hogy Magyarország még esélyes abban, hogy látjuk azt, hogy mi a cél, mit szeretnénk elérni, mit szeretnénk megőrizni, és ezért még tenni is tudunk, és örülök annak, hogy azért Európában ilyen szövetségeseink is vannak, mint az előadó is, segít nekünk, és hát Németországban is sokkal többen vannak, mint ami látszik, olyanok, akik tisztán látják ezt a helyzetet. Kérdésekre van lehetőség, és szét lettek osztva lapok, amire fel lehet írni a kérdést. Én kérném azt, hogy ne csúszson szét a fórum. Tehát aki kérdést adott le, Fazekas Gábor kollégának le tudja adni a kérdést. Én megértem, mert az a helyzet, hogy én is figyeltem, eszembe se jutott volna írni. Úgyhogy biztos vannak néhányan, akik jegyzetelnek itt, akik azon a szándékkal küldték ide, hogy jegyzeteljenek, vagy hangfelvételt készítsenek, úgyhogy lehet, hogy ők másra figyeltek, de az előadás annyira jó volt, és annyira lenyűgöző, és a képi megjelenítéssel pedig pontos. Nem látok írásos jelentkezést szerintem. Tegyünk fel szóban. Inkább azt mondom, hogy nem unalmas volt, hanem egy kicsit sokkoló, úgyhogy én is gyűjtöttem a gondolatot, hogy itt megszólaljak. Akkor szóban tegyünk fel kérdést, és mindenkit arra kérem, hogy röviden és lényegtörően kérdezzenek, hogy másnak is lehessen lehetőség. Ki szeretne kérdést feltenni? Gumba Ertugor itt előlünk, hogy itt a... Meg kell várni a mikrofont, hogy többiek is halljanak. Tudok hangosan beszélni.
Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Nagyon gyors kérdés. Én értem, személyesen menekült táborban 80-as években Nyugat-Európába, és nagyon kemény. Egyedül nem is lehetett másképp kimenni külföldi országokból, csak menekült táborban, mert összeszedték bennünket a rendőrök, és elég kemény fegyelem volt a menekült táborban. Miért történik az meg, hogy ez megszűnt nyugaton, mert ez nyugaton volt, és most miért nincsenek menekült táborok, miért nem lehet az összes migráns, tudom, hogy nagyon nagy számba jönnek, de akkor is menekült táborokba, és ott komoly őrzés, mert az, hogy beengedjük tényleg a civil lakosság közé, annak nagyon komoly következmény. Igen, ez a politikai korrektség, ez a PC sajnos, ezért nem, ugye egész más, én is hallottam például, nem tudom, melyikben volt a kápolyai táborban, például Olaszországban, akkor beletrafáltam, leülök én is, mert elfáradt a bácsi. Csoportterápiás, most is. Na, a lényeg az, hogy persze, az hallottam, hogy nagyon kemény volt, meg ugyanilyen kemény táborok voltak Németországban, Amerikában, de az a baj, hogy most mondja, a liberalizmus elért egy olyan fokot, különösen mióta az Európai Unió létrejött, és Brüsszelből próbálnak minket irányítani, hogy azt mondják, hogy ez az emberi jogokkal összeférhetetlen, hogy valakit egy zárt táborba tegyenek be. Tehát ezért nyitott táborok vannak, de ez butaság, mert ez körülbelül olyan, mintha a repülőtéren azt mondaná a security-nek a vezető, hogy megnézi azt a 300 embert, akik be akarnak szállni a gépbe. Hát ezek már rendes embernek tűnnek, ne vizsgálják át őket. Aztán good flug, repüljetek. Tehát kb. Ugyanaz, hogy Európa biztonsága nem garantált, és hát ugye, ahogy mondtam, hogy a regisztráció sem működik igazából, tehát rengeteg olyan migránsnak, akik több helyről vesznek pénzt, nagyon ritkán buknak le, múltkor bukott le egy csóka, ő felvette Belgiumban, Hollandiában és Németországban is több helyen a segélyt volt, annak is azt hiszem 12 neve vagy mennyi. Úgyhogy az a baj, tehát ez a válasz, hogy ez a politikai korrekség, hogy jaj, csak nehogy az emberi jogaiba valakit így most megtiporjunk. Hát látjuk, hogy támadják Magyarországot ugye a tranzitzóna miatt, hogy azt mondjuk, hogy konténerekbe zárják ezeket a szerencsétleneket, nem tudnak ilyen kimenni, de hogy nem, hogy szerből fele bármikor zavad az út. Tékesi György vagyok. Csatlakozom a tábori élethez. 57-ben, én szintén 56 után ugye menekülni kényszerültem. Itthon, mint szakaszvezető vettem részt az 56-os magyar forradalomban, szabadságházban. Utána, amikor kikerültünk Ausztriába, hát az a fegyelem, ami a táborokban volt, az abszolút elfogadása az ottani szokásoknak, törvényeknek, igyekeztünk mindenben együtt dolgozni. A Vörös Kereszttel, vagy azzal éppen, és elég hamar tovább is mentünk, de eszünk ágában nem jutott volna itt lázadatni, meg követelőzni. Az országok, amelyek befogadtak minket, annak mindjárt elfogadtuk a törvényeit. Én ugye Amerikába kerültem, az igaz, hogy egy éven belül már ismét katona voltam, mert besoroztak, és büszke is voltam rá tulajdonképpen, mert 40 magyar fiú volt abban a hadosztályban, akiken még lehetett érezni az 56-os szabadsághoz puskaporát. Leszereltünk, de ott volt az ugye, hogy a hadsereg végig mögöttünk állt, az egyetemet fizette, iskolánkat, mindenbe segített, és nagyon sokra vitte az a sok magyar, aki akkor kikerült ugye Amerikába, és némelyiken most, mint nyugdíjas jönnek haza, és kiválóságok, mert egyik másika például Holdrakétán dolgozott, 18-án éppen egy ilyen tudós barátom látogat meg Tiszafüreden. Úgyhogy én nagyon büszke voltam rájuk, vagyok is, és ezek javarésze megtartotta a magyarságát, és ugyanúgy hazaszerető volt a befogadó ország iránt. Nagyon kívánnám, hogy ez a csőcselék is azért figyeljen oda, hogy kitartja őket, mert azért valakinek meg kell dolgozni. Nagyon így van, és ezért vagyok nagyon mérges, amikor összehasonlítják az 56-os magyarokat a közel-keleti migránsokkal, mert azért óriási különbség van, hogy fiatalok elmentek, diplomásak, vagy ott tanultak, megtanulták a nyelvet, beilleszkedtek, és erről most szó sincs. Ugye amikor ott mondták Finnországot, mutatták a kaját a tévéből, hogy a kedvenc mondatom tőlük, hogy ez csak kutyáknak, meg nőknek adnám.
Tehát ezzel is már lehet látni, hogy milyen a hozzáállásom a másik nemhez, és hát abszolút az 56-os magyarok hát tényleg kiválóságokat adtak a világnak, tudósokat adtak, katonákat adtak. Tehát megnézzük a NASA-nál is, ugye, vagy hát a német, hát egy mondmigás, a Werner von Braun, aki ugye a technikai igazgatója volt a NASA-nak, tehát azért óriási különbség egy európai valóval kimegy, vagy ki kényszerül, vagy hogyha valaki jön Afrikából, vagy a Közel-Keletről, tehát ez nagyon így van. Van-e még kérdés? Szenderi Zoltán vagyok. Sokat szoktam gondolkodni, hogy most folyik Luxemburgban ugye a szlovák és a magyar ország ellen a kvótaelosztásra a per, és hogyha ezt a pert a két ország bebukja, akkor úgy, mégis mi történne, hogyha ránk szorítják korlátlanul a migránsokat, viszont ezt Magyarország nem szeretné. Én ugye elgondolkodtam, hogy esetleg akkor Putyinnak a segítségét nem fogjuk kérni. Nem tudom, ez inkább politikai kérdés, tehát a magyar kormány nem fogja egyébként, és gondolom, hogy itt egy pénzügyi büntetés jönne az Európai Unió részéről, képviselőnek átadhatom, mert szerintem ez egy politikai kérdés, mondom, én terrorelállító vagyok, de hát azért nem politikus vagy nem gazdasági szakember. Megyei közülés elnökként én azt gondolom, hogy végig fogjuk játszani ezt a dolgot, és ahogy Zoltán mondta, hogy Luxemburg, és eszembe jutott Luxemburg, hogyha akármilyen nagy oligarha lennék, és meg kellene vásárolni egy országnak a politikusait, akkor nem ilyen nagyokkal kezdene, mint Franciaország, Nagy-Britannia, meg gazdagok, hanem inkább a kicsi először a kisebbeket vásárolnám meg, és azt látszik, hogy a luxemburgi politikusok az ország méretéhez képest ezt a migráns dolgot nagyon jól nyomják, és mindenképpen akár Luxemburgból jövő politikusok azok, akik ezt a bevándorlási témát legjobban zászlóra tűztek, és talán Luxemburgban van a legkevesebb migráns ezekből. Én azt gondolom, hogy nekünk ezt a harcot itt kell megvívni az Európai Unión belül. Én azt gondolom, hogy sokszor érezzük úgy, hogy hátrányban vagyunk, és akár túl erősek a szemben lévő politikai országok, de látszik az, hogy Németországban is, nem hogy Németországban, Ausztriában, csak amikor nézzük, hogy mennyit változott a dolgoknak a menete. Biztos emlékszünk még erre a Fajman nevezetű púderes taxisofőrre, aki elnézést az osztrákoktól, de hát az ő kancellárjuk volt, aki elítélte Magyarországot és azt mondta, hogy micsoda fasiszta ország, elítélte azt, hogy kerítést épít, és amikor elkezdték építeni a kerítést, akkor azt mondta, hogy hát ezek, emlékszünk rá, azt mondta, hogy nem kerítés, ezek szárnyas kapuk. Azért, hogy ezen menjenek be, és ennek a szárnya több kilométer lett. Tehát az a helyzet, hogy az osztrákok is változnak, és vannak teljesen normális osztrákok. A fiatal osztrák külügyminiszter, annak világos, egyértelmű volt az álláspontja. Én azt látom, hogy mindig rossz elsőnek lenni, törni az utat, akár a dzsungelbe, akár családos helyen, annak a legrosszabb. Mert akár a kukoricásba is először megy, összedőssze a pókhálókat. Sajnos mi is így járunk, de hát Magyarországnak is a történelemben sokszor volt ez a sorsa, hogy valami oknál fogva a Jóistennek, a sorsnak az volt a feladata velünk, hogy mindig hamarabb találjunk ki valamit, mindig hamarabb kezdjünk el valamit, ha betörik a fejünket akkor is. Itt egy ilyen nép él a Kárpát-medencében, és én azt gondolom, hogy változik a közhangulat az Európai Unióba is, az európai országokba. Mi, ahogy Isten, az előző olasz miniszterelnök Renzi még azt mondta, hogy Magyarországtól meg kell vonnia az Európai Uniós támogatásokat, ha nem fogadja be a migránsokat. Most már nem ő vezeti Olaszországot, és a mostani politikusok pedig mondják, hogy hát azért már elég pofátlan dolog, hogy ezek a úgynevezett NGO-k, ezek a mentőhajók már oda mennek Líbia partjaihoz, és csak a partról oda kell hozzájuk csónakázni, mert az embercsempészek hívják őket és viszik. Most már annyira átlátszóak, hogy ezt látják. Én azt gondolom, hogy jó irányba megyünk, nem szabad meghátrálni, mert fenyegetnek, ijeszgetnek bennünket. Én látom, hogy a magyar kormány kitartó, és nem csak kitartó, mert lehet fejjel menni a falnak, hanem taktikus is.
pontosan látja, hogy mikor kell előre menni, mikor kell egy kicsit taktikusan várni, újból előre menni. Én azt gondolom, hogy bármi lesz a bírósági döntés, a kormány azt mondta, hogy nem, és ehhez ragaszkodni is fog, azért, mert nem a kormány mondta, hogy nem, hanem több mint 3 millió magyar mondta, hogy nem, és ez sokkal többet jelent bármilyen kormány döntésnél, és én azt gondolom, hogy a Luxemburgban a bíróság is dönthet akármit. Én olvastam, hogy a különböző tudósításokat, érdekes volt, hogy az Index írta, hogy a bíróságot nem az érdekelte, hogy mi a jogi helyzet, hanem hogy miért nem akar szolidáris lenni Magyarország a menekültek befogadásával. Milyen érdekes, hogy a bírót nem a jogi helyzet érdekli, hanem az, hogy Magyarország kormány és a magyar emberek miért olyanok, hogy nem akarják ezeket a szegény migránsokat befogadni. Elnézést, sokat beszéltem, pedig a előadókra. Ti kíváncsiak többen. Kinek van még kérdése? Nagyon rövid kérdés. Magyarország kikerülhető nagyon egyszerűen Horvátország felé is, Románia felé is. Miért mindenki Magyarországon keresztül akar utazni, és ki irányítja? Mert hogy az afrikai négyen, vagy a szíriai analfabétának fogalma nincs, hol Magyarország létezik, tehát valaki kell, hogy irányítsa. Hát ugye a legrövidebb út, tehát ez olyan, mint amikor kérdezik ugye a Barasz bácsit, hogy mennyire van, és mondják végvonalban 2 kilométer, de van egy rövidebb út az erdőn keresztül. Ez körülbelül olyan, hogy Magyarországon ugye megnézzük ugye a balkáni útvonalat, akkor ugye Magyarország és Ausztria között ugye legrövidebb távolság, tehát elég nagy kerül Románia fele menni, meg azért a román határőrök is nagyon jó munkát végeznek. Bár amikor jöttem vissza vonattal Erdélyből, azért láttam ugye, hogy a határőrök leszálltak a csózék, nyilván azért, hogy bele ne fussanak a határellenőrzésbe, és majd próbálkoznak a zöld határon, de azért nagyon jók az elfogási arányok. Ugye mélységi felderítés is mindenütt van, tehát nem jutnak át. Horvátok pedig klippunk rá, ugyanúgy, mint Magyarország megmondták, ők nem engednek át senkit. Tehát azért Horvátország is itt van, ugye még a V4-ek mellett. Tehát senki nem akarja, hogy olyan ártatlan állapotok legyenek, amik mondjuk Szerbiában vannak, ugye most próbálják felszámolni a menekült táborokat, ilyen illegális táborokat, vagy a dzsungel, ugye Calais-ban, Franciaországban. Tehát lassan az országok kezdenek azért ébredezni, ugye mint Kurz külügyminiszter úr is mondta Bécsben, hogy Magyarország példája igazából követendő. De a migránsok próbálkozni fog, mert ez a migrációs hullám nem fog leállni, keresnek ugye kerülő utakat egyértelmű, ugye most az olasz partok azok védtelenek, de azért mindig vannak, akik még abban reménykednek, hogy majd valamilyen csoda folytán Magyarországra az Európai Tanács, hogy valaki azt rá fogja kényszeríteni, hogy nyissák meg a határokat, hát ez nem fog megtörténni. Juncker most volt Romániában, Bukarestben. Azt mondta, hogy a minél hamarabb meg akarják írni a elakadták körülbelül határ Magyarország és Románia között. Mi lesz akkor? Mert a románok azt gondolom, hogy ha ezt megcsinálják, akkor ők be fogják érni a románok a migránsokat, ahol Szerbia felülhetett Bulgária. Hát nem hiszem, hogy ez most nagyon hamar meg fog történni, mert azért látjuk itt a schengeni övezeten belül, és azért majdnem mindenütt van határellenőrzés. Tehát amíg ez a helyzet ilyen áldatlan, addig ez nem fog megtörténni. Tehát nem hiszem, hogy Románia most ezt megtenni, illetve megengedik azt, hogy a schengeni zónán belül ott már ne legyen ellenőrzés. Sőt, inkább én azt veszem észre, hogy amikor járok Erdélybe, hogy ez fokozódik. De ugyanúgy a Ausztriába is szerintem inkább afele megyünk újra, hogy a határokat erősítjük, nem pedig azt, hogy kitoljuk még a schengeni övezetet. Hát jó, keresztül akarosztam még a tegnap napra. Hát ugye az a Juncker azt tudom, amikor már reggel 9-kor olyan érdekes pezsgő illat árad belőle, tehát én óvatos lennék azért a Junckernek a nyilatkozataival. Hát nem tudom, nincs több kérdés, akkor átadom a mikrofon képviselőnek. Úgy látom, hogy kimerítő volt és nagyon jó volt ezzel az előadás. Én köszönöm Georg Spötle úrnak, hogy megjelent és eljött hozzánk, és elmondta azt, amit ő lát, ő tapasztalt, és hogy segítsen ezekbe a dolgokba nekünk is tisztán látni. Én mindenkinek köszönöm, hogy
eljött, hogy megjelent, és ahogy ő is mondta, mindenki, aki még nem töltötte ki a konzultációs kérdőívet, töltse ki, küldje vissza, hiszen olyan döntések állnak előttünk, ami befolyásolja nem csak a mi, hanem gyermekeink, unokáink jövőjét, és ahogy szó volt arról, hogy mi ennek a célja, én azt látom, hogy Európa nagy politikusai sokan egy kottából játszanak. Bármi változik, ki lett azt találva, hogy több millió ember kell Európába, akire szükség van, akár a maga országokban megtartják, akire nincs szükség, a kvót alapján szétosszák. Magyarországra jutott volna ez, azért akarnak Magyarországra jutni, mert itt lett volna egy ilyen gyűjtőállomás, mint a periférián. Ebbe köpök bele úgymond a magyar kormány. Ezt látjuk mindannyian nagyon tisztán, és hiszem a mai este akár még tisztában is. Én köszönöm még egyszer, hogy mindenki eljött. Köszönöm János Petle úrnak ezt az előadást. És sokkal békésebb lesz, és akkor már nem ilyen nehéz dolgokról kell beszámolni, hanem majd úti élményeiről számol be, gasztronómiai kalandokról. Ja, igen, meghívtuk őt Tiszafüredre a halasnapokra, és birkafőző fesztiválra, parcokra, mert úgyhogy itt mindent teszünk, ami nem zöldség, de olyanokat is. Így van, úgyhogy mindenkinek köszönjük a részvételt, balesetmentes jó utat, és estére jó pihenést. Köszönjük szépen!